No. Minden igaz. Akkor elkészültünk. Beszorítjuk. Istenem, de nehéz az élet, gyerekek. Így kezdődnek ezek a másfél pontos videók mostanában, de úgy látszik, hogy nem szakadtunk meg legalább. És... remélem van hangunk is. Bízom benne. Szóljatok, ha van. Szóljatok, hogyha lehet hallani ezt a történetet most. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik-e a kapcsolat. Kicsit késve érkeztem ide a stúdióba, és hát ezért lesznek itt gondjaim a ma este során. De bízom benne, hogy minden működik. És szól a történet. Pacsi Hali, szevasz Tódor! Vépestét Nyíri Gábornak is. Ez már egy ilyen... Egyébként tök érdekes, gyerekek, hogy a másfél holdpontnak a szlogenje valamikor 2000-ben, amikor elindult, ez a szép estét beköszönés volt, amit egyébként sokan azóta így vitatnak, hogy ez nem valami szép beköszönés, de hát mégis ez van. Na, a legnagyobb baj, fiúk, lányok, az, hogy én rendeltem magamnak egy pizzát. Valamikor 9 óra magasságában, de nem jött meg. Ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Azt én most már nem fogom élőadásban megenni, mert ez nem egy ilyen gasztroműsor, de valamikor majd ki kell mennem a pizzafutárhoz rendezni a dolgokat. Ezt most hogy fogom megoldani, miközben elindult egy livestream itt a Facebookon, és közben meg elindult egy élőadás is pillanatokon belül, el kell, hogy induljon. Hát ez egy kicsit olyan hektikus lesz, de hát építkezem, ahogy ezt a Gőzlérparaszt csatornán is mondogatom nektek, építkezem folyamatosan, és ma el kellett menni munkalapokat vásárolni, mert nagyon olcsón volt egy bizonyos bútoráruházba, és vettünk egy csomó munkalapot, teletömtük a borzacskát, az automat, és aztán hoztuk haza a munkalapot, mert épül a konyhánk, emberek, épül a konyha, a vegykonyha, a készülnek majd a zsíros gőzök is, természetesen. Azért mondok most ilyen gőzölgős történeteket, mert egyelőre úgy látom, hogy főként a gőzlélek jelentek meg itt a csatornán. Én büdösül halkan hallom magamat, nem tudom, hogy ti hogy hallotok. Működik a dolog, kedves Attila, szervusz Attila, köszöntelek téged is. Lehet hallani a hangomat? Tehát minden oké, kimegy a hang? Innen, ebből a mikrofonból? Jó, úgy tűnik én is, hogy visszahallgatom itt magam, hogy minden rendben lesz. 5 perc van kezdésig, a pizza fut el, meg mindjárt gyűn. Jaj, frászba vagyok. Prokofjev háborús trilógiájának. Azt hittem, már lefagyott az elebb a jobb. Vladimir Astanászi zongorázó. Ezzel a Cigerádió mai műsorát befejezte, legközelebb 2 hét múlva jelentkezem. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, elköszön az adásvezető Barta László. Egyébként tökre szeretem a Barta Laci bácsit, és sajnálom, hogy már nem élőbe csinálja a műsorát, mert ilyen kis őszakállas, bajuszos bácsi így bejött ide a
stúdióban mindig előttem. Én bírom a stílusát, és nagyon jók a zenei egyébként. Úgyhogy tényleg sajnálom, hogy nem találkozunk már személyesen Laci bácsival, mindig felvételről tolja. Nekem egyébként Hajnal Gyuri nagyon hiányzik ebből a műsorból, mostában eltűnt, úgy látszik a bivajokkal sok tehendő van ottan messzi távoli Zalában. Ajánljuk magunkat, műsor ajánlóink következnek. Каждую пятницу в 7 вечера в эфире Civil Radio FM98.0 слушайте программу русскоязычной редакции «Голос Будапешта». Новости недели, комментарии и советы экспертов, анонсы предстоящих событий и больше. Enni se tudtam ma egész nap. Kezdtem itt a fonóban, aztán átmentem a tűzoltóságra, utána hazarohantam, utána elmentünk a barkácsáruházba, utána visszarohantunk, fölvittem a munkalapokat, én egyébként vidéken lakom, nem Budapesten, utána megint behéveztem Budapestre, beestem ide a stúdióba, hogy legyen ma este adás. Ah, megjött a pizzafután. Szerencsém van, hogy beengedtük. A másikon jöttem benne véletlenül, már éppen itt. Köszönöm, hogy sima tejfölösen a fóz enyém, és mivel tartozom. 1090. Tehát 90, akkor legyen 1008, és csak 5000 sem van sajnos. A civil rádióban minden kedden 11 órától. Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, hogy a kötelességük beszélni róla. Foggal és örömmel. A Civil Rádió állatbarát műsora. Szerkesztő műsorban köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Műsorban 14 órakor a Civil Rádióban. Nem tudom, hogy be van-e zárva. Műsor ajánlóink. De a másik a biztos. Aha, jó. Na most ez az a pizza, amit miattatok nem ehetek meg, kedves nézők, meg rádióhallgatók. Tisztelt nézők és rádiót hallgatók, így van. Ez egy gyönyörű pepperonis, nagyon finom pizza. De majd éjfél után. Másfél holdpont, szovány igaz, de túlsúlyos világban. Hú, hát kedves hallgatók, nem hiszem, hogy volt még ilyen kapkodás ebben a műsorban, mint amilyen most itt az elmúlt percekben, vagy egy órában volt, mert hát amióta úgy köszönök, hogy tisztelt nézők és rádiót hallgatók, ahogy a kis Pál és a Borza 0 óra 2 perc című fantasztikus talában. Hát bizony, az volt egy kicsit még komolyabb feladat felépíteni a stúdiót, de hál' Istennek minden klappol, minden működik. Működik a Molino, megy az élőadás, és rádióban, tévében, Facebookon, Facebook Live-on látható és hallható a másfél holdpont itt a civil rádió éterében a 98 MHz-en. Hát a pizzám az meg majd kihűl, éjfélkor megeszem. Kedves rádiónéző gyerekeknek már elmondtam, hogy éppen a iménti másodpercekben futott be a futár, szó és szerint, és hát legalább hűl. Nem lesz annak semmi baj. Hát kedves hallgatók, a mai este van témánk is természetesen, de azt hiszem, hogy leginkább is arról kellene trollkodnunk, hogy
A májusi eső az Aranyatérre. De hát nézzük, hogy kik vannak itt velünk ma este, mert rengetegen már megjelentek. Itt van velünk elsőként Tódor, aki Pacsi Halival köszön. Pacsi Hali, neked is, kedves Tódor barátom. Itt van velünk Nyíri Gábor, aki vépestét kíván, és hallik, jelzi, hogy működik minden. Aztán itt van velünk Tóth Attila is, aki csatlakozott. Itt van velünk Rezsnák Rezső Attila. Szép estét, sziasztok, neked is, kedves barátom. Tudod, Tódor kérdezi, hogy miért ne ehetnél egy szelet pizzát, max majd csorog a nyálunk. Azért, mert akkor az én nyálam is csorogna. Egyébként az a baj, hogy nem szeretek úgy hangot felmondani, amikor éhes vagyok, és megjelenik előttem valami kaja, mert akkor elkezdek nyáladzani, és én gusztustalanná válok. Úgyhogy már előre is elnézést kérek tőletek. Lehet, hogy majd valami zeneközi szünetbe félrevonulok, és elfogyasztok egy szeletpizzát, de én nem értem azokat az influencereket, akik ilyen gasztró témában azt közvetítik, hogy ők vacsoráznak. Ennyi éhező van a Földön, hogy képes vagy megnézni valakit, hogy vacsorázik. Hát normális, hogy mondaná Lár András náti barátunk, mint Besenyő Pista bácsi, hát tényleg semmi értelme nincsenek. Itt van velünk Tompos Vincenzo. Szevasz Vincenzo, nagy szeretettel köszöntelek téged. Elmondtam már ebben a rádióműsorban is, hogy életem legszebb rádiós élményét azt veled éltem meg. Remélem még hallgatod vagy nézed. Amikor emlékszel, azt hiszem, hogy Siófokon sétáltunk egy-egy rádiós mikrofonnal, a mikrofon is rádiós volt, meg szóltunk az éterből is, meg a fali kutyákból is, megállítottuk a szembejövő fiúkat, lányokat, interjúkat készítettünk, beszélgettünk egymással, sütött a nap, nem úgy, mint most, a jó Isten, és valami fantasztikus hangulat volt. Nagyon szerettem azt a produkciót, rettentően az volt a Láger Rádió. Na, itt van velünk Nyíri Gábor, aki 110 forint borra valót... Be volt kapcsolva a mikrofon? Azta! Le volt kapcsolva a mikrofon, és akkor ezek szerint lelettem füled, vagy ilyen gavallér voltam, hogy 110 forint borravalót adtam a pizzafutárnak. Drága a pizza most már mostanában. Na, Vincenzo írja, hogy egyek, mert most mit csináljak? Hát nem eszem, nem. Rádió műsor közben nem eszem, hát ez szent dolog. Itt van velünk Kati. Szia Kati, sok szeretettel üdvözöllek, aki szintén szép estét kíván mindenkinek, és megkérdezi, hogy halapenyó-e a pizza? Nem. Ilyen halapenyó, de hogy is van? Ezeket mindig összekeverem, ezeket a paprikákat. Igen, az a zöld, az halapenyó, jól láttad, pontosan így. Aztán Rezsnák Rezső Attila írja, hogy jó étvágyat, by the way, esti rutin. Ő már tudja a mai témát is. Mostanában tanulás jó sokáig, kivéve persze most, hiszen itt vagyok, nem valami változatos, hiszen ezért is rutin. Álom megvalósítás van folyamatban. Na hát, szóval akkor most már Rezső barátunk föl is vezette a mai témát, amely nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi, de talán azért mégis lehet ebbe mélyre ásni. Kinek hogy zajlik az esti rutinja? Általában hogyan készül a lefekvéshez? Egy munkás nap után hogyan próbál lazítani egy kicsit? Tehát ez az a igazi twilight zone, tehát az álom és ébrenlét előtti időszak, amiben én annyira szeretek rádióműsort is készíteni, nem véletlenül, hiszen ilyenkor nyílnak meg leginkább az emberek, ilyenkor jó leülni este a családdal, beszélgetni egy kicsit, megbeszélni a problémákat, az összezördüléseket, szépen elköszönni egymástól, nagyokat szeretkezni, vagy beszélgetni a gyerekekkel, közösen imádkozni, sok mindent meditálni, vagy egy jót borozgatni, sörözgetni a barátokkal. Sok minden zajlik ebben az esti rutin időszakban, ami belefér ebbe a ma esti műsorba is. Úgyhogy szerintem nagyon sok szép emléket, szép élményt és szép esti rutint fogtok velünk megosztani. Bízom benne. Aztán itt van velünk Zsuzsi. Szia Zsuzsi, téged is sok szeretettel köszöntelek, és Judit is úgy szintén csatlakozott a mai műsorhoz. Vincenzo pedig azt írja, hogy legnagyobb mesterem. Köszönöm, hát ez nagyon megtisztelő, hogy ilyeneket mondasz, de azért majd ezt valamikor egy korsósör mellett megbeszéljük. Aztán Judit is köszön, hogy sziasztok, és azt mondja Vince, hogy menjünk vissza most azonnal interjúzni, hozza pizzát, és hát tényleg egyébként azt Vince és én tudjuk, hogy ez egy mekkora feeling volt ott a Balatonparton, azon a szép augusztus végi délutánon, amikor még nem esett az eső egyfolytában. Hát ez valami katasztrófa, de nagyon tetszik, ami zajlik most jelenleg az interneten, hogy májusi eső Aranyatér bonta a paraszt, és kiúszott a vetésből, és ehhez hasonló
mémek jelennek meg, most ezután a több napos esőzés után, mert az emberek annyira szenvednek ettől, ami ott zajlik, de hát tényleg ez van. Irmát is sok szeretettel köszöntöm, Annát is nagyon sok szeretettel köszöntöm, és Zsuzsa is köszön, hogy szia, hát szia kedves Zsuzsa, én is köszönöm nektek, hogy itt vagytok, és hogyha már itt vagytok, akkor ne csak köszönjetek, meg csatlakozzatok az élő közvetítéshez, hanem írjátok meg, hogy ti esténként hogyan készülöttök a lefekvéshez, mi a legfontosabb, mi az, amit soha nem szoktatok elfelejteni, mi az, ami mindenképpen hozzátartozik a ti esti rutinotokhoz, ami kötelező darab, és ami talán egy kicsit arról szól, hogy nem ilyenekre vagyok kíváncsi, hogy mosod a fogadat, meg hogyan tisztálkodsz, meg hogyan vetted az ágyadat, meg hogyan fekteted a gyerekeket, hanem arról, hogy ami csak a tiéd, ami neked fontos ahhoz, hogy regeneráld magadat, még mielőtt kialszod magadat. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy bár nagyon kevés szabadidőm van, de azért szoktam egy-két olyan tevékenységet végezni lefekvés előtt, ami úgy csak rólam szól, ami egy kicsit földob, ami egy kicsit fölenged a napi hajtásból, megnézek, mit tudom én, egy videót a YouTube-on, vagy megnézek egy sorozatnak egy következő epizódját, hogyha több időm van, vagy ki facebookozni szokott, vagy nem tudom, tehát ilyen dolgokra vagyok kíváncsi, hogy most, ma, jelenleg itt Magyarországon nektek, kedves hallgatók, melyek azok a legfontosabb dolgok, amelyek úgy titeket úgy feldobnak, és úgy erőt adnak nektek ahhoz, hogy el tudjatok aludni, és utána pedig föl tudjatok majd ébredni kipihenten másnap. És itt van velünk Ági is, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, meg egy másik is, Zsuzsa is, de Hódmezővásárhelyről. Úgyhogy ma este is jó sokan vagyunk, remélem, hogy tudunk együtt közösen beszélgetni, és én meg küldök nektek nagyon jó muzsikákat, természetesen az Ülter hullámain keresztül, és itt a Facebook Live-on is úgy szintén, vagy aki YouTube-on podcastol minket, azoknak adta YouTube-on keresztül. Úgyhogy nagyon sok szeretettel én már be is készítettem egy dalt, ami valahogy eltűnedezett, de itt most újra megtaláltam. Ez pedig egy igazi varázslatos Flying Dale Flyer című nóta lesz a című lemezről. Ezt a Jet Rotel 1980-ban követt el. Akkor, amikor elkezdtek egy kicsit az űrrock és a mindenféle elektronikus vonalak felé mozogni, nem állt jól nekik, de ennek ellenére ezt a dalt szerintem érdemes meghallgatni és megszeretni. Nem szól a zene szerintem. Haha. Köszönöm a problémát, észleltem, de most már talán fog szólni. Szóval egy dolog azért mégiscsak elmaradt, egyetlen egy kábelnek a bedugása. Hát a pizzafutár, a
esti rohanás az betette itt a kaput nekem is. De hát legalább csak a tévéadásban voltam, aki nem a rádióban. Hú! Check the systems through and they read A-okay. Some tiny fuses probably blowed. Sit back, relax and soon it will just go away. Keep your hands off that red telephone. Finally nailed my head. For a second or so, we were running scared. Másfélhold.pont Sovány vigasz egy túlsúlyos világban. Tényleg egyébként Vincenzo, nagyon örülök, hogy itt vagy ma este, mert sokat emlegettem ezt az ominózus lágerrádiót, amiben közösen részt vettünk, mert bár én már akkor ugye régóta részt vettem a média különböző ágazataiban, de az az adás, azok az adások nekem nagyon sokat jelentettek, és hát bízom benne, hogy azért nektek is, akik részt vettetek akár a későbbi stádiumában ennek a gólyatábori rádiónak, amely csak néhány napot élt, de mégis olyan fantasztikus hangulata volt, és egy olyan klassz csapat dolgozott rajta, amit azt hiszem, hogy nehezen fogunk elfelejteni. Sokan, akik ebbe részt vettünk, és akik így indultunk, vagy így ilyen emlékeket szedtünk magunkra. Tehát egy buliban csinálni egy rádiót, az mindig valami fantasztikus hangulatú történet. Az nem annyira munkaszagú, az inkább jobban hozzátartozik a pihenéshez, a kikapcsolódáshoz, a relaxhoz, amiről kellene, hogy szóljon egy kicsit minden esténk. Itt a Zsuzsa imént kérdezte, hogy az esti rutin biztosan kíváncsi vagy? Igen, igen, tényleg kíváncsi vagyok. Még akkor is, hogyha úgy gondolod, kedves Zsuzsa, hogy neked az egy olyan nehézkes dolog, vagy nem tudom, vagy bármilyen szempontból nem akarod elmondani, nem tudom, hogy miért. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy miről szól nálatok, kedves hallgatók, az, hogy este hogyan regeneráljátok magatokat, mielőtt még nyugovóra hajtanátok fejeteket az ágyatokban, mert ezek a percek, ezek az órák nagyon, nagyon fontosak, és nem véletlen az, hogy én annyira ragaszkodom 2000 óta ehhez az időponthoz, ami a legtöbb embernél általában a lefekvés előtti időszak. Mert valóban ilyenkor egészen mások vagyunk, egészen másként beszélünk,
másként gondolkodunk. Ez egy nagyon különleges pár pillanat a napunknak, mert itt már fáradtak vagyunk, talán már lenyugodtunk egy kicsit, legtöbben talán már le is zuhanyoztatok, lezártátok magatokban ezt a napot, készültök az újra, ez egy átmeneti időszak, egy igazi Twilight Zone, mondom. Szevara Nezarkán Oroszországból, és az egyik felvétele, ami az Adolat Tanovari címet viseli, ez pedig a CB Rádió, itt a 98 MHz-en, amelynek van egy telefonszáma is, 489-0999, ezen hívhattok is minket, azaz élő hanggal bekerülhettek az adásba, amit azért is szorgalmaznék, hiszen ez egy élő és interaktív műsor, hogyha ezt 2019. május 6-án 22 óra 18 perckor hallgatod, akkor ez nem ismétlés, hanem kegyetlenül élő a rettenetes valóság a májusi özönvíz kegyetlen idején, amikor az, aki azt meri mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, azt minimum meg fogja lincselni a tömeg, mert szerintem ez már azoknak is sok, akik szeretik a májusi esőt. Na, azt írja nekünk, két Zsuzsanna is van ma este, akik itt paralel írogatnak. Egyrészt még, bocsánat, Vincenzot még csak a rádiónéző gyerekeknek olvastam el, azt mondja, hogy minden olyan, mint egy lágeradás. Hát örülök, hogy a régi hangulatok visszajöttek neked, Vincenzo, ebből a ma esti másfél hotpontból. Aztán Bajza Zsuzsi írja, hogy rutinszerűen üdvözlöm innen-onnan előbukkanó gyerekeket az esti rutinról, írja Zsuzsa, és várom a nyugovóra térésük, de szép szó, Istenem. De addigra általában én is elalszom, hanem egy ilyen izgi adást nézek. Hát köszönöm, kedves Zsuzsa, hogy ilyen szavakat használtál erre a rendkívül uralmas hétköznapi rádió műsorra, amit itt ma este láthattok és hallhattok, kedves hallgatók és nézők, de a lényeg az az, hogy mondom, ezt a mai napig nem tudom megérteni, hogy mi élvezet van engem nézni, de hát Istenem, hát tök jó, hogy így legalább írtok és hozzászóltok a műsorhoz. Harangozóné Dabi Zsuzsanna, aki egyébként a nevéből sejthető, hogy nekem van valami közöm hozzá, és el is árulom. Nem csak, hogy a nagynénémről van szó, hanem Zsuzsa volt az, akinek köszönhetitek ezt a rádióműsort is, hiszen Hódmezővásárhelyen, ezt már emlegettem, indultam én 1996. július 4-én, éjfélkor pontban, akkor lettem először éterben megszólaló rádiós, és ezt pont neki köszönhetem, úgyhogy azóta is öröm, hogyha ő föltűnik itt az esti adásokban. Szóval Zsuzsa írja Hódmezővásárhelyről, hogy mit csinál esténként, szeretett szolgálat és imádság. Ez az esti rutin. Majd kifejti bővebben is, úgyhogy azt is elolvasom most, mert időközben már megérkezett. A 97 éves édesanyám körül elvégezzük a megfelelő tendőket, utána csak imádkozni tudok.
nagyon fontos szerintem az, hogyha az ember tényleg el tud mélyülni este, és egy kicsit összegezni tudja magában a dolgokat, független attól, hogy vallásos vagy nem vallásos. Ha vallásos, akkor nagyon jó dolog, hogy tud imádkozni, valamilyen szinten tud beszélgetni egy kicsit Istennel is, meg hát a családtagjaival is, és hát amit Zsuzsa csinál, az egy óriási nagy dolog, hiszen az én nagymamámról van szó, aki 97 éves, és ő az, aki őt gondozza még ezekben a nehéz napokban is, és ezért minden tiszteletem és hálám az övé. És ezért van az, hogy ezt még ebben az élő rádió műsorban is képes vagyok bevallani, elmondani nektek, mert ez egy óriási nagy dolog, tudom, mert a másik nagymamámat pedig mi gondoztuk a legnehezebb időszakban is, és hát tényleg nem könnyű egy öreg emberrel, de azt hiszem, hogy minden egyes gyereknek való ez a sorsa, hogy hálás legyen a szüleiért. És hogyha a Jóisten őket élteti valamilyen okból kifolyólag sokáig, hát akkor ez bizony sokszor nagyon nehéz kereszt, de akkor is egy nagyon fontos kötelességünk. Aztán itt közben el ne maradjon Gábornak a beköszönése, Hali. Szervusz Gábor, a Civi Rádió online adása csak nekem pocsék minőség? Nem tudom, hogy ki hallgat minket online. Minden esetre én még egy kicsit beteg vagyok, úgyhogy néha használom a köhögő gombot is. Nem tudok róla, Gábor, hogy ott lenne valami gond. Remélem a közvetítésben jól működik minden, és ott lehet minket hallani a rádiónéző gyerekeknek is. Itt van velünk Zsolt Gödöllőről. A változatosság gyönyörködtet. Ezt mondtam a feleségemnek is az elmúlt napokban egyfolytában, amikor nem volt hajlandó elfogadni, hogy a konyha, épülő konyhánknak a munkalapjaiból jó, ha ott fehér lesz, jó, ha ott bükkfaszínű lesz, jó, ha ott nem tudom milyen tigris csíkos lesz. Nem, ma le kellett cserélni mindent egyfajta munkalapra, hogy egységes legyen. Varietász, delektat, meg mehet a kukába. Na, szóval Zsoltot gyönyörködteti a változatosság. Így esti rutinom nincs. Mostanában általában az internet használatával töltöm a lefekvés előtt időt, de ott is sokféle dolgot csinálok. Játék, hírolvasás, híreket szoktál olvasni, Zsolt, ezt én nem tudtam rólad. Játék, hírolvasás, hol tartottam? Itt van, zene, stb. Amikor pedig valamilyen külső program után jövök haza, van, amikor be sem kapcsolom a laptopot, viszont mindig zenére alszom el. Legjobban erre a célra nálam a Goa működik. Érdekes, én is nagyon-nagyon sokáig, ifjú koromban, tehát a 20-as éveimben a Tilos Rádiónak az esti remixeire aludtam el, sőt, miután képes voltam egy olyan antennarendszert kiépíteni, amivel azt hiszem valonnan Bécs vagy Grác mellől az osztrák FM Fear rádióállomásnak az adását stabilan éjszaka, legalábbis az esti terjedéssel be tudtam fogni, akkor általában az FM Fear adására, remixeire aludtam el. Nagyon jók ezek a repetitív, mindegy, muzsikák így esténként, bár én magam nem hallgatnék elektronikus zenét, és talán Goát sem, de tény és való, hogy nagyon jól lehet rájuk aludni. Tehát én is használtam ezeket a rádióállomásokat ilyen célra, de aztán egy idő után már elkezdett ez idegesíteni. És én mostanában, hogy én is szint valljak esti rutin terén, rendszerint addig fárasztom magamat, amíg le nem folyok a képernyőről, amíg tényleg összenemesem, és képtelen vagyok normális ember módjára lefeküdni. Mindig van még valami, amit meg kell válaszolni, amire reagálni kell, amit meg kellene csinálni, és én nagyon sokszor szoktam mostanában főként tanulni esténként. Hogy mit? Például szoftver használatot. Most a fejembe vettem azt, hogy én újra visszatérek a zenébe, sok pozitív hatásért engem, és a rengeteg egyéb teendőm mellett, amit el kell végezni, munka, egyebek, ilyesmi. Biztos, amiatt is volt ez, hogy sikerült vennem egy jobbfajta mikrofont, aztán rájöttem, hogy a munkámhoz nekem szükségem van egy külső audio interfészre, tehát egy ilyen külső hangkártyára, és aztán
ha már az van, akkor nézzük már meg, hogy mit tudok én alkotni, és akkor elkezdtem ilyen zeneszerkesztő programokat tanulni, úgyhogy most jelenleg itt tartok. Hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, és lehet, hogy ki is csorbul belé, de rendkívül izgalmas, érdekes világ ez. És hát emlékszem még azokra az időszakokra, amikor még az együtteseimmel stúdióba vonultunk, és ott próbáltunk valamiféle promóciós hangzóanyagot vagy lemezt fölvenni. Hát óriási szép élmények voltak, rengeteg küzdés, még emlékszem arra is, hogy valahol Mátyásföld Imre utca környékén volt valami stúdió, és ott még szalagra rögzítették a különböző sávokat, és akkor ott föl kellett játszani a különböző hangszereket. Csodálatos dolog a zenei világ, ma már tényleg egy egyszerűbb kompjúterbe és egy hétköznapi hálószobába is elfér egy stúdió, már nincsenek tojástartók a falakon, meg ehhez hasonló dolgok, de attól függetlenül azért nagyon szeretném legalább amatőr szinten megtanulni a zenei szerkesztésnek a világát, már ilyen zenekészítés szintjén is. Itt van velünk Sanyi is, akit nagyon sok szeretettel üdvözlök, úgy szintén meg egy másik Gábort is, a Liptait, és aztán itt van velünk Tóth Attila Angliából, és ő mondja, hogy bölcsem, én látom, hogy hallom. Na hát, erre várjátok gombot, kedves hallgatók. Zsuzsa pedig piktogramokban, aki nézi a Facebook Live adásunkat, az láthatja, hogy elküldött egy csapót, ami gondolom valami filmre utal, tehát hogy filmet néz, elküldött egy mikrofont, ez nem tudom mire utal, egy fejhallgatót, talán zenét hallgat. Ez itt már itt teljesen, utána jönnek ilyen csillagok, meg holdak, és a végét már nem is tudom értelmezni. Szóval nézzétek meg, mit írt Zsuzsa. Nagyon különleges, amit itt hozzátett a végén egy smiley-val, úgyhogy neki ilyen egy esti rutin. Szóval, kedves hallgatók, ma este én tényleg arra lennék kíváncsi, mivel ez egy ilyen lélekelemző műsor, hogy ezt megszokhattátok. Lélekkel gondolkodó, talán nem nagy pofátlanság, vagy nagy képűség kijelenteni ezt, ez a műsor, hogy igazából én azt szeretném megtudni tőletek, hogy ti hogyan értékelitek ki a napotokat, hogyan gondoltok vissza az aznap történt dolgokra, hogyan próbáljátok helyre rakni magatokat ilyenkor, ha van egyáltalán lehetőségetek rá, vagy ha csak ágyba zuhantok, akkor mondjátok el azt, hogy nektek hiányzik-e az, hogy lehetőleg azért olyan jó lenne, hogyha lenne egy-két perc, amit akár a párotokkal, akár gyerekeitekkel, akár Istennel, akár a meditációval, vagy bármivel eltölthetnétek ilyenkor. Én úgy érzem, hogy az internet, amiről itt sokan már beszéltetek, meg utaltatok rá, rendkívüli módon elrabol minket attól, hogy egy normális esti rutint végezzünk. És most nem arra akarok rávenni mindenkit, hogy mindenki imádkozzon lefekvés előtt, egyébként tök jó dolog, de vagy meditáljon, vagy értékelje az aznapi dolgokat, és úgy aludjon el, de én is, aki nem igazán tudok elaludni rokonaim szerint normális időben, vagy időben egyáltalán, szerintem mindig időben alszom el, mert még egyetlen egyszer sem fordult elő velem az, hogy időn kívül aludtam volna el, de a lényeg az az, hogy ennek az időnek is a javarészét full baromságokra töltöm el. Tehát van úgy, hogy tényleg leülök a gép elé, megválaszoltam már az utolsó e-mailt is, amit meg kellett válaszolni, megnéztem már az összes Facebook posztjaimhoz tartozó hozzászólást, sőt a barátaim, ismerőseim posztjait is lájkoltam, meg hozzászóltam, meg megtörtént, befejeztem az összes munkát, feltöltöttem FTP-n, amit fel kellett tölteni, és tényleg ott tartok, hogy lefeküdhetnék, de elkezdek mondjuk céltalanul brózolni. Mondjuk a YouTube-on. És akkor sokszor csak amiket úgy földob egymás után a rendszer, azokat úgy elkezdem így megnézegetni, és a végén
előbb-utóbb, ez valami rendkívüli misztérium és konteó, vagy orosz autópályákon történő autóbalesetekhez jutok, vagy pedig UFO jelenségekhez. Ez a két végpont van. Nem tudom, hogy dobja ki a rendszer, hogyan szabja a mesterséges intelligencia számomra ezt az utat, de hogyha nem írok be semmiféle kereső kifejezést, például, hogy hogyan írtsunk drón propellerekkel darásfészkeket, ami egyébként rendkívül izgalmas, vagy hogyan fogjunk vizes vödörrel egeret, vagy hogyan építsünk elektromos csapdát egereknek, és ehhez hasonló durva állatkínzó videók, akkor, tehát ha nem befolyásolom a rendszert, akkor vagy az UFO-khoz jutok, vagy az orosz autópályák rémséges világához. Nem tudom, hogy ez miért van. Harangozóné Dabi Zsuzsanna írja, hogy amikor az ember eljut egy bizonyos életkorhoz, mindenkinél változó ez az időpont, értékelni kezd. Csupa nagybetűvel. Értékeli az elmúlt napját, és erőt kér a Teremtő Istentől a következő naphoz. Azt hiszem, hogy ez valahogy már az elmúlt adásban is előjött, hogy amikor reggel fölkerünk, akkor hálát adunk az Istennek, hogy fölébredtünk egyáltalán. Ez is egy optimista hozzáállás. Tényleg ez van, én is kezdem már érezni ezt a kort, kedves Zsuzsa, bár még azért messze utánat kullogok, de tényleg nehéz sokszor lefeküdni is, elaludni is, meg felkelni is. Attila írja Angliából, hogy van olyan, hogy csak ágyba zuhanok, igaz, nekem az esti rutin ilyenkor reggel van, hiszen az éjszakáim a ti nappalotok minimum fél hónapokon keresztül. Hát igen, erről is fogunk majd beszélni a következő zenék után, hiszen most már itt túl sokat pofáztam, úgyhogy jönnek a sötétség eszközei, az Instrument of Darkness és Zen Dudley, az Art of Noise csodálatos zongoristája és kompózere fog itt a szólóalbumával megszólalni hamarosan, utána pedig a Jó Világban Együttes Miattad, Miattam című felvételét forgatom. Ne haragudjatok, de el fogok tűnni a képernyőről, mert tényleg ennem kell valamit. De addig is írjátok meg az esti rutinotokat. Szerintem nagyon undorító dolog, hogy ilyen mikrofonfejű ember zabál egy stúdióban, nem?
Így van, Attilám. Kibarratlan virradatom, beszakad a jég alattam, amin volt, azt odaadtam, miattus, miattad, miattam, miattus, miattad, miattam. Hova és hogy hogyan nézel? Rémisztőre te tovább, hullognak az éjszakába, magányos országú tündére. Kérek még, kérek még, megkérlek. Kérek még, kérek még, megkérlek. Kérek még, megkérlek. Kérek még, kérek még, megkérlek. Kérek még, kérek még, megkérlek. Kellett a kuglófa le, szégyen szemre kül a pek. Na most akkor kipróbálom azt, hogy milyen élőadásba enni. Képzeljétek el, hogy a világom tömegek vannak, akik azt nézik, hogy mások telep szája pofáznak bele egy mikrofonba, és zaválnak megfelel mindenféle gusztustalanságot. Szerintem ez undorító. Sosem csinálnék ilyen. Maradás. Néha jó lenne sírni. Szaladás. Fájdalmas egy helyben marad. Másfél holdpont, sovány vigasz egy túlsúlyos világban. Ez itt a 98 MHz a Civi Rádió, amelynek telefonszáma 489-09-99. Itt lehet minket elérni, hívni ezen a gyönyörű májusi estén, amikor a májusi eső ugye aranyat ér, mint azt tudjátok volt. Ugye? És mennyire szerettitek a májusi esőt, és legyetek akár Hódmezővásárhelyen, vagy Zalalövőn, vagy Gödöllőn, vagy Sopronban, vagy akár talán még Angliában is. Szerintem mindenhol esik, egész Európában esik, szakadatlanul és megállíthatatlanul. Ez van egyszerűen, ezt írta ránk a sors, ezt szabta ránk az Isten. Most valahogy áztatják a magyar és európai földeket, sír az ég, és ez a május, ez valami kegyetlenül durva. Valami olyasmit is olvastam ma, hogy valami kegyetlen telünk lesz nyáron, vagy valami, ha ez így folytatódik, kegyetlen telünk lesz nyáron. Tényleg egyébként rendkívül fura ez a
ez az idő, és én is jó alaposan megfáztam, valamikor itt a optimizmusról szóló adás után szerintem akkor kezdtem így megfázni alaposan, és aztán végig küzdködtem az elmúlt hetet ebbe a rendkívüli takonykorban, amiből talán most kezdek úgy valahogy kimászni, de sajnos nem volt egyetlen egy perc pihenésem sem. Tehát szombaton is dolgoznom kellett, vasárnap is dolgoznom kellett, ma hétfőn is dolgoznom kellett, holnap is dolgoznom kell, szerdán is dolgoznom kell, csütörtökön is dolgoznom kell. Úgyhogy sokszor így összefolynak a napok, összemosodnak a hétvégék, nincsen igazából szinte soha sem egy olyan nap, amikor amire azt mondhatnám, hogy én ezt a napot mondjuk megszentelem, hogy ez a nap az enyém, hogy ezen a napon én nem foglalkozom semmi mással, ami feladat, vagy családi kötelesség, vagy másnak való segítés. Tehát egyszerűen nincs idő magamra, és ezt a pszichológusok úgy fogalmazzák, hogy nincs én idő. És ez egy nagyon nagy defektus, egy nagyon nagy hátrány, hogyha nem tudsz magadra szánni naponta legalább néhány percet, akkor felőrlöd magadat. Ez a másfél holdpont nekem például egy olyan én idő, amit persze rátok szánok, kedves rádiónéző gyerekek és kedves rádióhallgatók, mert ez a tiétek és a ti szórakoztatásotokra jött létre, de azért természetesen nekem is az én időm valamilyen szinten, hiszen azért ilyenkor én felszabadulok a napi mókuskerékből, vagy szörnyűségektől egy kicsit úgy megválok, és elfelejtem a gondjaimat, bajaimat, és akkor ezeknek a zenéknek élek, amiket beszerkeztek ide az adásba, a ti reakcióitokból táplálkozom, a ti hozzászólásaitokból, tehát ez egy óriási töltekezés nekem is, tehát ilyenkor be van dugva a plugin belém is, és akkor én is ettől felszabadulok. Bajza Zsuzsi írja, hogy kamaszként én is szerettem éjfélig fennmaradni, szüleim tudta nélkül, zárójelbe zárva. Volt, hogy lemezritkaságokat rögzítettem szalagos magnóra, vagy dalszövegeket írtam le, a szalagot hallgatva, most már egy mobiltelefont is elég nekik az ágyba vinni. Hát egyébként óriási, amit leírsz, és nagyon tetszik, mert nekem is volt szalagos magnóm még. Azt hiszem, hogy az a generáció vagyunk, akiknek még éppen hogy lehetett ilyen szülőktől megörökölt szalagos magnója, és ez egy óriási dolog volt, én is mindenfélét csináltam a szalagos magnóval. Nem tudom, Zsuzsi, hogy te megfordítottad-e valaha úgy a szalagot, tehát hogy így tekerted az orsót lefele, és utána egy ilyen haránt mozdulattal fordítva fűzted be, mert akkor visszafelé játszotta le a túloldalt. És aztán ezzel rendkívüli dolgokat lehetett csinálni, például visszafele felolvasni szöveget, és akkor az ilyen Twin Peaks-es lett ilyen hatású, és egy nagyon jókat lehetett szórakozni szalagos magnón, volt, amin lehetett gyorsítani is a tempót, meg egyáltalán az, hogy rengeteg hely volt a szalagon, tehát volt egyes, kettes, hármas, meg négyes sáv, amit megfordítottad, tehát négy sávon tudtál rögzíteni rendkívül jó hangminőségbe. Gyönyörű volt, hogy pörgött a szalag, nagyon szerettem, és én is az első rádió felvételeimet még szalagos magnóval, egy Unitra ZK-147-essel, azt hiszem azzal készítettem, ez egy lengyel magnetofon volt. Attila megért engem, és köszönöm Attilának, hogy megértesz. Én diabéteszesként pontosan tudom ezt. A rádióhallgatók nem látták szerencséjükre, hogy fölfaltam egy zacskó robit, mert a mai napi rohanásban enni volt a legkevesebb lehetőségem, és nagyon hiányzott, és mondom, a pizza is ott van a kukán. Odakint ott pihen. Egyszerűen nem jutott rá időm, hogy megegyem. Mondjuk későn is rendeltem meg. Én azt hittem, hogy a kis közértben, itt a környező utcákban van egy kis közért, ami ilyen éjjel-nappali, vagy pontosabban nem éjjel-nappali volt, de éjfélig nyitva tartó kis közért, és én oda mindig beszaladtam régebben, még így műsor előtt. Aztán most döbbentem rá, hogy úgy profilt váltottak, és már nem éjfélig tartanak nyitva, hanem csak este 9 óráig. És 9 óra 1 perckor, amikor én odaértem, akkor már nekem ottan nem volt túrúri. Aztán írja Tóth Attila, hogy jut eszembe esti rutin. Gyógyszer nélkül nem élet az élet, főleg, ha nem szedem be.
mit szedsz? Vagy miért olyan fontos ez? Szilvius mondja, Attila, ne hívd az esőt ide, örülök, hogy ma sütött a nap. Hát ez van, Angliában süt a nap, itt szakad az eső. Bár most azért nem akarok már úgy nagyon pessimista lenni, hogyha már az elmúlt adás éppen az optimizmusról szólt, de ahogy jöttem ide a stúdióba, már úgy nem volt annyira vészes, sőt, este már az esernyőmet is otthon hagytam. Ritka dolog az, amikor a hétszörnyű koponyányi monyok esernyővel megy el otthonról, de ma reggel én sem mertem megkockáztatni, mert egyszerűen a hátizsákomba szétázott volna minden, hogyha nem hozom magammal azt a szép nagy sárga esernyőmet. Úgyhogy amikor reggel jöttem ide a Fonóba egy sajtótájékoztatóra, akkor még esernyővel jöttem, de estére már elhagytam, úgyhogy bízzunk abba, hogy holnaptól kezdve felszakadozik a felhőzet, és ehhez hasonlók. Azt írja Zsuzsa, már a bajza, hogy hát ezt nem tudtam. Féltem volna, hogy elszakad a szalagom. Igen, egy idő után én már nem féltettem annyira a szalagot, amikor már volt kazettás, magnó is, meg ilyesmi. Akkor már mindent kipróbáltam, amit addig nem mertem, de hát óriási dolgokat lehetett velük alkotni a szalagos magnókkal tényleg. És hát olyat is csináltam, hogy kézzel tekertem akár a felvételt, akár pedig a lejátszást, és hát iszonyatosan lehetett ott a hangnak a magasságát változtatni. Tehát amit most ilyen egyszerűen megcsinál az ember, mit tudom én, most bemutatom szegény szőnyegem. Ez volt egy pitch váltás, de lehet tempót is. Most gyorsabban megy. Most meg lassabban. Na hát mondjuk az ennyire profin nem lehetett csinálni a dolgokat, de azért működtek ezek a történetek a szalagos magnón, és a kreativitásnak, a játéknak azért ez rengeteg teret adott régen. Itt van Zsuzsa is, a másik Hódmezővásárhelyről, aki a májusi esővel kapcsolatban is azért hozzászól. Aranyat ér, hidd el nekem, sétálni kell. Enélkül, az én idő nélkül nem lehet élni. Ha nem sikerül változtatni, szomorú lesz az életünk. És óriási igazságot mond ki az én drága nagynéném, figyeljetek rá, nem csak azért, mert a nagynéném, hanem azért, mert okos, és azért, mert bölcs, meg tapasztalt. És tényleg erről van szó, hogy ha valamilyen szinten nem szorítunk magunkra időt, én időt, akkor egyszerűen belepusztulunk. És ez pontosan az esti rutinba kell valahogy belerakni, még akkor is, hogyha az áldozatokkal jár. Én annyi én időt szorítok ki magamnak ilyenkor hajnaltájba, hogy ezért jóformán nem is alszom. Tényleg, tehát én van úgy, hogy mondjuk egyre, fél kettőre végzek a munkáimmal. De nem fekszem le utána. Nem fekszem le, mert hogyha akkor lefeküdnék, akkor úgy érezném, hogy csak a legfontosabban nem foglalkoztam önmagammal. És bár az alvás is nagyon fontos, és hogyha egy orvos lenne most közöttetek, akkor biztos, hogy leüvölteni a hajamat, azt a maradékot is, ami még a fejemen van, és igaza is lenne. Mert talán az a legfontosabb, hogy kialudjuk magunkat, de én valahol a lelkemmel is próbálok tényleg érezni és gondolkodni, és hogyha ez nincs meg, hogy magaddal foglalkoztál, hogy magadnak adtál valamit, hogy magadnak felfedeztél valamit, szórakoztattad magadat, tanultál, imádkoztál, vagy bármi ilyesmi, ami fontos neked személy szerint, kedves néző vagy kedves hallgató, akkor úgy mi értelme az életnek, hogyha csak így a mókuskerékből kiesel be az ágyba, és aztán utána pedig visszaesel reggel a mókuskerékbe. Tehát ez így nem működik. A másik meg ez az egész mókuskerék dolog. Kell ez nekünk? Szükségünk van erre úgy igazán? Fontos ez? Miért van az, hogy hagyjuk magunkat tényleg egy olyan rabszolgaságba süllyeszteni, mert ez az.
Tehát ezen most nincs mit vitatkoznunk, ez egy rabszolgaság, amiben élünk. Pénz rabszolgaságnak hívják, tehát nem úgy vagyunk jobbágyok, mint a középkorban voltunk, hogy tizedet kell fizetni, meg jön a hűbér úr, és akkor megmondja a földes úr nekünk, hogy akkor most milyen munka lesz a földön, az ő földjén, meg röghözkötés, meg mit tudom én micsoda, vagy nem gladiátorként harcolunk a Kolosseumba, életre halálra, vagy gályarabok vagyunk, hanem úgy vagyunk rabszolgák, hogy önként és dalolva szabad akaratunkból választottuk a rabszolgaságot a komfortzónánknak a megőrzése érdekében. Mert mindenkinek iszonyatosan fontossá vált a 20. században is már, de a 21-ben aztán pláne az ő drága látos kis kedves komfortzónája. Az ő családjának a biztonsága, az ő családjának a megélhetése és kényelme. Az elért életszínvonal, megtartása, növelése. És ha belegondolsz igazából, hogy ezért milyen áldozatot hozol, akkor lehet, hogy egy józan mérlegelést követően azt kell, hogy mondd, hogy ez nem érte meg. Mert mondjuk nem látod a gyerekeidet felnőni. Mert mondjuk nincs magadra fordítandó én időd. Mert mondjuk olyan élményektől mentesített magadat teljesen és a családodat, ami esetleg fontos lett volna. Önként vállalt rabszolgaság pontosan így van, ahogy írott kedves Attila. Ezt csináljuk. De van-e way out? Van-e kijárat? Van-e kiút ebből az egészből? Van-e valami olyan megoldás, amivel mondjuk nem zülleszted vissza magadat a középkorba, és kényszeríted rá mondjuk a szegény gyerekeidet arra, hogy hát akkor te is kecskét fejjél, meg fát vágjál, meg nem tudom mi. Mert sokan megcsinálják egyébként. Én jártam Visnyészéplakon, és láttam azt többek között az egyik egyetemi csoporttársamat fedeztem föl ott polgármesterként, Fűzfás Balázs barátomat, hogy eladták a pesti lakótelepiket, szót, lehúztak Visnyészéplakra, megvettek abból egy kidűt bedült kis telken egy öreg házat, némi lovat, jószágot, azt elkezdtek ott élni. Azt hiszem villany van, talán víz is, de más közművek úgy nem igazán akadnak ott, ezen a kis Isten háta mögötti somogyi településen, és akkor előbb-utóbb mindenki úgy próbálja eltartani magát. Vetemény ez a kertben, állatokat tenyészt, akinek van sajtja, az a sajtot mondjuk húsért, ezért azért, lisztért, gabonáért, bármiért. És egy ilyen, hát nem is ősközösségi, de a közeli állapotban próbálnak ezek az ökofalvak megélni olyan emberekkel, akik ugye nem oda tartoztak. Mert valahol az igazi falvak Magyarországon azok úgy kezdenek lassan kihalni. Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki mondjuk a szülei gazdálkodók, vagy szebb néven parasztok, bár ezt mostában olyan negatívan szokták értékelni, és akkor így ők maguk is ezt szeretnék folytatni. Tehát ritka az olyan ember, aki tényleg növénytermesztéssel, állattenyésztéssel akar foglalkozni, mikor úgymond kényelmesebben is lehet élni. De egyik sem biztos, hogy olyan igazán kényelmes megoldás. Ez a civil rádió itt a 98 MHz-en benne a hét szörnyű koponyányi monyok rettenetes éjszakáját, a másfél holdpontot halljátok, és akik a Facebook Live-on néznek minket, azok látják is ezt az adást. A Facebook Live-on pörög a chat, az élő chatfal, ezt figyelem leginkább is, de hívhatok minket a 489 0999-es telefonszámon,
az egyes körzetben, tehát még egyszer mondom, plusz 36 1 489 0999. Ez a civil rádió telefonszám, amelyet, hogyha most hívtok, akkor én azt fölveszem, és adásba kapcsolom. A mai témánk az esti rutin. Ti hogyan szántok magatokra egy kis én időt esténként? Hogyan foglalkoztok a családotokkal? Vagy este is dolgoztok? Mondjátok el, valljátok be őszintén. Ez ma este az őszinte megnyilatkozások utolsó lehetősége. Kedves rádió néző gyerekek, ez volt a Kerekes Bandnak a Waiting for the Sunshine című remake-je, és most belecsapunk egy Bartók lemezbe, de ne ijedjetek meg, nem annyira Bartók Béla lesz a történet, hanem inkább ez a Mini és Török Ádám és a Visszavárosba, kicsit bartókosan. Thank you.
Szia Dragunov. Szia Máté. Álltam az ablakomnál, és néztem a tegnapon túl. Ó, érzem, hely olyan érzem, ó, messze visz az út. Érzem a vére, nagyon húz, messze húz. Hi ember, ó, ember, ó, mer, meddig ér. Nem tudom, mondom, te talán félsz, mondd miért félsz. Hi ember, ó ember, ó mer, meddig érsz. Kiáltod, gyere vissza, itt belegölsz nyugalom és fény. Hi ember, ó ember, az utat járom én. Fel a tóhoz, vagy nem is tudom mi. Nem szóltatok, hogy le van húzva a slitz.
Jednou messze vyzmejrzu a tam z oblokom rá šli jste mu vároším tu o Irzem hej o Irzem o messze vyzmejrzu Irzem a vérem nagyon húz messze húz hej ember o ember o mer mer meddig érsz nem tudom mondom, te talán félsz, mondd miért félsz, hi ember, ó ember, ó merre, merre meddig érsz, kiáltam, gyere vissza, itt meleg lesz, nyugalom és fény, hi ember, ó ember, az utat járom én, te a tóhoz, menj nem is, mert ha érek, ott van a tónál is, csak egyedül, egyedül élek. Jön fent, ott fent, ott fent, ott fent, az első csöpör rám, várva napot, mely meleget ott fent rám. Hét ember, ó ember, az utat járom én, ha nem tudnád, az út király. Igazán nagyszerű zenék itt a CV Rádióban, Török Ádám a Miniből elénekelte ezt a régi-régi nagy slágert, a Visszatérés a Városba címűt, kicsit Bartókos feldolgozásban, egy élő koncertváltozatban, és sose felejtem el azt a pillanatot, amikor nekem egy kedves egyetemi barátom megmutatta ezt a dalt, valahol a Damjanics utcában Budapesten, és ő szeretette meg velem a Minit. Kicsit már későn volt, tehát már nem abban az igazi nagy tabáni időszakban, de azért még akkoriban volt Tabánban így május környékén minikoncert, nem tudom, hogy mostanában ez van-e még, de emlékszem, én sose felejtem el azt a pillanatot, amikor így lajhárként lógtam egy fáról lefelé, és arra jöttek ilyen fiatalok, és valami ilyen másfél literes ásványvizes palacból vörösbort töltöttek a számba, ameddig csak bírtam inni, addig töltötték. Hát én utána már nagyon boldog lajhárként lógtam rá arról a fáról, mert nekem egyébként nem volt pénzem arra, hogy én vörösbort vásároljak magamnak ezen a szent délutánon, amikor olyan emberek léptek ott föl, mint az emlegetett Török Ádám, meg Mick Abrahams. Nem tudom, tudjátok ki Mick Abrahams. Mick Abrahams egyébként a Jethro Tull-nak az első lemezén még szerepelt, mint gitáros, ez őt váltotta Martin Barry, és hát én még láttam Mick Abrahams-t játszani itt Bloodwind Piggel. Hát óriási élmény volt. A 90-es évek elején volt ez a blues korszak, amikor mindenki, tudjátok, ilyen így járt, ilyen bluesosan. Mindenhol blues fesztivált csináltak, és valahogy a rendszerváltás után az első zenei irányzat, ami úgy fölrobbant itt, ami nem robbanhatott annó föl, az a blues volt. Nem tudom miért, de akkor jött a Dirty Blues Band, meg a Happy Dead Band, meg a mindenféle ilyen zenekarok, és óriási hangulatom volt, és azt hiszem, hogy akkoriban lógott az akkori barátnőmnek a ruhájából leszakított ilyen darab rongya övemen egy döglött verébnek a szárnya mellett. Na mindegy, szép idők voltak, hosszú hajam volt nekem is, és nem voltam még ilyen súlyos egyéniség sem. De ma este az esti rutinról akartam veletek beszélgetni, nem a bluesról, de talán pont egy ilyen muzsika is arról szól, hogy rengeteget jelent az, amikor az ember megtalálja azokat a zenéket, amelyek az ő lelkének a frekvenciáin rezegnek. Mert akkor képes vagy tulajdonképpen saját magadat relaxálni, megnyugtatni, felerősíteni,
újabb lendületet kapni. Ne adj Isten, ha még táncolsz is, akkor, és élvezettel táncolsz arra a zenére. Én nem tudok táncolni, tehát tőlem ez az élmény, ez távol marad, de szívesen nézem a táncosokat, és látom azt, hogy mennyi energia és élmény szabadul föl nekik, akik képesek mozogni azokra a zenékre, amelyeket ők igazán szeretnek. Erről szól ez a történet, úgyhogy ilyenek a táncosok, különösen a néptáncosok, mondom itt Zsuzsinak is nagy szeretettel, aki ma este ilyen lelkesen velünk tartott, és ez tényleg ilyen megható számomra. No de, írja Tóth Attila, hogy nekem az utazás az exit. Én is hajtom azt a nyüves kereket, bár nem csak magam miatt, de nekem is kell a kikapcs. Csak erre nincs lehetőség mindig. Hát igen, nekem is egyébként az utazás, sőt a túrázás, a gyaloglás, tehát a gyalog megtett út igazából az, ami kikapcsol, és nagyon irigylem, van két barátom, képzeljétek el, az egyikük egy múzeumban dolgozik, a másik pedig egy országos nyelviskola hálózatot vezet. Egyiknek két gyereke van, a másiknak négy. Rendkívül elfoglalt emberek, de valahogy úgy alakították a munkarendjüket, és ezt valahogy a jó helyen dolgoznak. A főnökeik is elfogadták, hogy ők rendszerint csütörtökönként elmennek együtt túrázni. Többször én is akartam csatlakozni, és amióta ilyen kötetlen munkarendben dolgozom, reméltem is, hogy majd a csütörtökjeimet azt hozzájuk igazítom, csak rájöttem arra, hogyha nem mondjuk nekem szerda este, vagy csütörtök hajnali 3-ig kell vágnom, akkor én nem fogok tudni reggel 7-kor ott állni a szénatéren, hogy velük elinduljak valamerre túrázni. Tehát ez nem fog menni. Úgyhogy, és ők pedig általában ilyen nekem nagyon hajnali órán indulnak. De irigylem őket, és nagyon örülök nekik, hogy ők ezt meg tudják csinálni, mert ez egy óriási dolog, és akkor egyrészt ott kibeszélik a heti eseményeket, közösen gondolkodnak, jól érzik magukat, sportolnak, mozognak, kikapcsolnak, és akkor megvan ez az exit, amit Attila, te is írtál, hogy el is utaznak valahova, ott egy kicsit körbenéznek, sétálgatnak, élvezik a természetet, és még egészségesek is maradnak ezáltal. Gábor írja, hogy akkor szerinted az a jó, hogy az én idő a favágás lesz? Hát tulajdonképpen is, meg nem is. Mert egyrészt nagyon jó lenne sokszor magamnak is, hogyha több fizikai munkát végezhetnék. Tehát erőllétileg, kedves rádiónéző gyerekek, látjátok, rám férne a mozgás, rám férne a fizikai munka, rutinszerűen, napi rendszerességgel is. Másrészt meg hát nem biztos, hogy beleférne a sok meló mellett az, hogy este még nekiálljak fát vágni, mert üres a vaskályha, és akkor még föl kell tölteni. De harmadrészt én mindig is nagyon szerettem volna egy kandallót. Most ez valamilyen szinten lehet, hogy meg is fog majd valósulni. Az az ősi tűz, amit annó még természeti népekként raktunk ott magunknak, ami elriasztotta a vadállatokat, és a fényt adott az éjszakába, és meleget a családnak, akár a barlangba, vagy bárhol. Ez egy óriási dolog volt. Bocsánat, ettől féltem, de kezd el menni a hangom, mert bevállaltam ezt az adást bízva abba, hogy nem fogok köhögni, de úgy látszik, hogy mégis köhögök. Zsolt írja Gödöllőről, hogy azt hittem, a Góbi zenekar Bartók Bélája fog jönni, hát sajnos az nekem nincs meg, de remélhetőleg majd az is be fog nekem jönni úgy szintén. Most jó lenne, ha valaki fölhívna 489-0999-en, mert úgy néz ki, hogy tényleg elmegy a hangom. Gábor írja, hogy persze szép ez a gazdálkodó élet, lemész vidékre, és itt hagyod a mókuskereket, a reggeli délutáni időrabló dugókat, stb. Főleg akkor szép ez, ha egy John Darrell nyomod, csak ahhoz kevés lesz egy panellakására.
Hát előbb-utóbb mindenki megteremti magának azt, amire szüksége van, meg amit el tud viselni, meg amit talán neki adott a sors. Bocsánat, sok szünet miatt, de tényleg elkezdtem itt pölni itt a este során. Jöjjön az este jő című felvétel a Transzilmániától, addig megpróbálok nem megfulladni. Akik szurkoltak, hogy hát, ha megfulladok, azoknak rossz hírem van. Most még nem. Soványvigasz egy túlsúlyos világban. Immigrant statue we are.
Tényleg egyébként Sojka is, Acsi is, a betelefonáló kedvű hallgatók eltűntek itt ma este, úgyhogy Attila kénytelen leszel te fölhívni Angliából. Plusz 36 1 489 09 99. No hajrá! Kedves Attila, nagyon, nagyon tévedsz, nyugodtan hívhatsz, ugyanis benne alszom a stúdióban, ezt csak a rádiónéző gyerekeknek merem elárulni, de egy jó néhány hete az a nagy változás ennek a műsornak a történetében, hogy nem megyek haza, mert nem tudok már. Egy ideig volt még itt Budapesten szállásom, sajnos most már nincsen, azóta behoztam egy derékaljat, és itt töltöm az éjszakákat. A Civil Rádió stúdiójában nagyon romantikus, bár rendkívül fárasztó itt aludni, úgyhogy az esti rutinom ilyenkor egyáltalán nem olyan, mint otthon, hanem inkább sokkal munkásabban telik, hogy valahogy próbálják olyan körülményeket teremteni magamnak, ahol egyáltalán ki tudom magamat pihenni. Nem beszélve a zuhanyzásról. Abban egyenesen a
felszállott a pávának az egyik győztese, Berec Pista barátom segített nekem nagyon sokat, hogy hogyan lehet itt lezuhanyozni. Hát, ahhoz sétálni kell, nem keveset, úgyhogy elég izgalmasak az esteim ilyenkor, hétfőről kedre viradólag. Ő volt Tori Amos, itt a 98 MHz-en a Civil Rádióban, és a 2017-ben megjelent Native Invader című korongról forgott a Bang című nóta. Aztán ezt még nem is játszottam le itt a rádióban. És hát velünk együtt sokan örülnek talán annak, hogy nem fulladtam meg, sőt egészen helyre jött a hangom, de talán ez egy intőjel volt, hogy ezt a műsort is lassan most már be kell fejezni, bár az elején én mondtam nektek, hogy én nem vagyok arra kíváncsi, hogy az esti rutinotok hogyan zajlik már ilyen hétköznapi szinteken, hogy hogyan vetitek ágyatokat, hogyan zuhanyoztok le, meg ilyesmi. Most már úgy vagyok vele, hogy talán arra is kíváncsi lettem volna, de hát nem árult el senki igazából ezt. Imént a rádiónéző gyerekeknek elárultam, hogy én ilyenkor egy derékkajon alszom, hálózsákokban, ami nem valami kényelmes, de végül is azért szükség van rá, és megoldom valahogy a helyzetet, de legalább megfulladni nem fogok. Szóval Acsi, Solyka, ők nagyon hiányoztak ebből a mai adásból, de hát biztos ők az esti rutinjukat már be is fejezték a műsor kezdete előtt, úgyhogy ők nem voltak itt ma, de azért örülök annak, hogy nagyon sokan hozzászóltatok ehhez a műsorhoz, még hogyha a 489-0999-es telefon az süket maradt ma este során. Aztán Attila még írta, hogy ha majd online lehet, akkor hívogatlak, főleg adás után, amikor már te se vagy ott. Hát Attila, mondom, online nehéz persze hívogatni, de attól függetlenül azt is lehet, hogy majd megoldjuk valahogy, hogy azt is be lehessen kötni adásba. Bonyolult itten a rendszer, de azért működik, és ez már egy óriási dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma este itt megtisztelő figyelmével, jelenlétével, hozzászólásaival bearanyozta ezt a gyönyörű májusi estét, amikor talán végre már az eső eláll, és bízunk abban, hogy most már igazi késő tavaszi idő fog bekövetkezni, és bármennyire is aranyat ér a májusi eső, essen mondjuk este, amikor már senkit nem érdekel, vagy délután egy órát, vagy bármi ilyesmi, de ez, ami itt Közép-Európában, mert ugye Attila Angliából jelezte, hogy ott süt a nap, itt most jellemző volt az elmúlt napokban, azt hiszem, hogy ebből már mindenkinek rendkívüli módon, és nagyon, de nagyon elege van. Nem beszéltünk még egy fontos dologról, amit én mindig itt szeretnék kihangsúlyozni. Ugye védjük a kisebbségeket, a másvallásúakat, a melegeket, a mindenféle másként gondolkodókat, de senkinek eszébe nem jut a baglyokat védeni. És nem véletlenül volt ennek a mai műsornak a képi, vizuális megjelenítése a közösségi oldalon egy bagoly szempár. Nem csak azért, mert én imádom a Twin Peaks-et, David Lynch munkásságát, és a baglyok nem azok, amiknek látszanak, hanem azért is, mert ez egyfajta demonstráció volt azokért az emberekért, akik szerintem ti is vagytok, mert a legtöbb ember az este 10 órakor már nem rádióműsort fog hallgatni, pláne nem éjfélig, hanem lefekszik aludni. Én viszont valamikor ifjúkoromban elolvastam egy idézetet, amely így hangzott, hogy intelligens ember nem fekszik le aznap, amelyik nap felkelt, és mivel a szüleim engem mindig korai lefekvésre kényszerítettek, elhatároztam, hogy ha egyszer felnőtt leszek, akkor én eszerint az elf szerint fogok élni. Aztán tulajdonképpen már a muszáj is oda taszított, hogy eszerint az elf szerint éljek, bár egyébként megélvezem is az éjszakákat, és nagyon sok mindent kapok az éjszakától, és mostanában az elmúlt héten például rengeteg nocturnált hallgattam, ilyen éjszakai zenét, amit kifejezetten ugye a zeneszerzők éjszakára írtak. Ez is egy műfaj, egy zenei műfaj. De én azt hiszem, hogy fontosak ezek az esti
esti magányok, vagy esti elmélyülések, vagy esti elgondolkozások, vagy esti imádságok, esti meditációk, és azért is szenteltem ezt a műsort most ennek a témának. Remélem, hogy azért bízom abban, hogy sikerült egy kicsit rávilágítanom, és baglyok, ti pedig harcoljatok a jogaitokért, mert nem csak a pacsirták léteznek, akiknek a életritmusára az egész világot szabták. Hát este 9 órakor nem volt nyitva a közért. Hát könyörgöm, este 9 egy bagolynak, olyan, mint egy átlagembernek délután 5 óra. Hát ne hülyéskedjünk már. Hát miért nincs nyitva, miért nem tudok egy zsömlét venni magamnak, hogy megvacsorázzak? Hát milyen dolog ez, hogy este 9-kor bezárják az éjjel-nappalit. Szóval tényleg rendkívüli módon ki vagyunk közösítve a társadalomból, senki nem hallgat meg minket, kinevetnek minket, nevetségesnek tartanak minket a követeléseinkkel, mert egyszerűen tehát az, ahogy például este 10 után fölhívni valakit pofátlanság. Engem 2-ig nyugodtan hívhattok. Ez garantálom. Hajnali 2-ig én, amíg be van kapcsolva a telefonom, föl fogom venni a telefont, örülni fogok neki, hogyha valaki hív. Más kérdés, hogy nem hív senki, mert mindenki a hülye pacsirtáknak az élet vitele szerint él és tartja be a szabályokat. De mit tudom én, engem 11 órakor lehetőleg ne nagyon hívjon föl még senki, mert akkor éppen a kávémat iszom, és még nem vagyok teljesen magammal. Viszont azért senki nem kér elnézést, hogyha mondjuk tényleg 9 órakor rám csörök, mert úgy gondolja, hogy ez tök természetes dolog, hogy 9 órakor fölhívunk valakit, az nem gáz. Aztán tényleg a lehetőségeink is sokkal korlátozottabbak, tehát hogyha én is mondjuk a gyermekemet egyedül nevelő szülő lennék, akkor én nem hiszem, hogy meg tudnám beszélni az óvodával vagy az iskolával, hogy a gyereket 11-re viszem, mert én akkor kelek. És még akkor is korán keltem. Nem hiszem, hogy ezt megértenék, vagy tolerálnák. És ez van, én is a családtól elviselem azt, és még igazat is adok nekik, hogy én nem kelek föl időben, meg nem fekszem le időbe. Istenem, hát mikor feküdtem én le időn kívül? Tehát, hogy nem az ő életritmusok szerint élem az életemet. Igen, mert bagoly vagyok. Ez van. Másként vagyok beállítva az életre, és mivel hál' Istennek most jelenleg nem kell 8:30-kor jelentkezni a munkahelyen, hogy itten vagyok jelenléti hív kitöltve, jó napot, jó reggelt kívánok mindenkinek, és aztán utána bambulni bele a nagy semmibe. Ezért hát tudom is élni ezt a fajta életet, ami hát mondhatod, hogy kifordított, vagy nem normális, vagy nem átlagos, vagy nem hétköznapi, vagy nem megszokott, de attól függetlenül ez egy ugyanolyan élet. Tehát én sem szoktam lustálkodni, tehát 6-8 óránál többet nem alszom egy nap, csak másként zajlik. És hát biztos ebben benne van az is, hogy 22 órától éjfélig van már hétfőn a rádióműsorom, az, hogy a forgatási események, amire megyek, azok rendszerint este 17 órakor kezdődnek. Tehát én akkor kezdek dolgozni, amikor más ember már megy haza, és otthon a szalonnáját reszeli a schnitzerrel, hogy tudjon vacsorázni. Tehát most nem tehetek erről. Ez van, ez szabta rám a sors. Tény, hogy nekem nagyon nehéz sokszor megoldani az életemet, és mint bagoly, kirekesztetnek érzem magamat a társadalomból, és most ezért protestálok, hogy igenis legyen este 9 órakor is posta, hivatal például, hogy be tudjak menni a csomagomért, mert akkor érek haza. És mi az, hogy bezár a posta 15:30-kor? Hát 15:30-kor hát én megyek dolgozni. Hát akkor én nem érek rá ezzel foglalkozni. Na mindegy, azért valahogy megoldom én is az életemet, ne aggódjatok, és angol idő szerint 2, kérdezi Attila barátunk. Most nem tudom, mit jelent, angolok ugye egy órával vannak utánunk, de hát biztos. De egyébként most majdnem elásítottam magamat, már annyira álmos vagyok ezek szerint, lehet, hogy le fogok tudni én is feküdni. Lehet, hogyha meginnék minden este egy sört, lehet, hogy el tudnék aludni én is éjfél után. De azért sem, mert nekem most kezdődik az én időm, nem sokára megeszem azt a pizzát, ami már biztos kihűlt, ami a műsor
előtt érkezett, és amiért kőkemény 110 forint borravalót adtam, hogy azt hallottátok is itt az élő közvetítésben. Megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, kedves rádióhallgatók és kedves Facebook Live néző rádióhallgatók, tisztelt nézők és rádióhallgatók, 0 óra 2 perckor a Forever Young-gal indítjuk a napot, most pedig elköszönünk a The Happy Vanishing felvételével, ez a Dimmen című nóta lesz, ez egy nagyon, nagyon beborult, nagyon magával sodró fantasztikus felvétel, és aztán tartsatok még velünk egészen évfélig, mert itt lesz velünk a Hannének egy remixe a Jó világ van-tól, és utána az Oiva Voynak Angliából a Waiting-je, Ann Dudley-nak a Close to the Edit című remake-je, és talán még belefér a Laibachnak a Whistleblowers című felvétele is, úgyhogy én Dabis Balázs Szilvius vagyok, voltam, leszek jövő héten is, és köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a másfél holdpont. Tartsatok velünk jövő héten is, akár így a Facebook Live-on, akár pedig a 98 MHz-es frekvencián. Sziasztok! Tényleg nagyon elborult dal. Sajnálom, hogy sokan közületek olyanok, akik itt bejelentkeztek ma este, nem szóltak hozzá az adáshoz. Hát Isten ne tartsa meg ezt a rossz szokásotokat, kedves barátaim. Örülnék annak, hogyha itt vagytok velünk, néztek minket, akkor ti is hozzászólnátok ehhez az éteri közös lelki közös gondolkodáshoz, mert ennek a műsornak ez a lényege. De azoknak, akik ma este életben tartották ezt az adást, köszönhet mindenképpen, különösen Tóth Attilának, aki talán ma este a legtöbbet szólta hozzá, de ugyanúgy Bajza Zsuzsinak, Marcell Gábornak, és Harangozó Nédabi Zsuzsannának, és Jobba Katalinnak, kik voltak még ma este itt rengetegen, bocsánat, nem tudom, a teljesség igényével Tompos Vincének felsorolni, Tódornak, és mindenkinek, aki velünk tartott, és főleg még a fáradtságot vette, hogy hozzá is szól ehhez a mai műsorhoz. Külön köszönet, és most már a rádiónéző gyerekektől is elköszönök. Adásunkat a YouTube-on természetesen megismételjük majd rossz szokásunk szerint. Egészen addig, amíg a YouTube-on nem tudunk újra élő közvetíteni, úgyhogy azoknak mondom, akik még a YouTube-on a Silvius B. Dabis csatornára nem iratkoztak fel, azok tegyék meg, mert szeretett média szolgáltatónk a YouTube nemrég hozott egy olyan rendeletet, ami ezt a műsort nagyon szigorúan érintette, hogy amíg 1000 feliratkozó nincs a YouTube csatornán, addig
ott nem lehet mobileszközzel élőadást közvetíteni. Én pedig azzal csinálom ezt, tehát a műsortat, úgyhogy ennek folyamodványaként kellett átköltözni erre a sokkal rosszabb minőséget adó Facebook Live-ra, de cselesen letöltöm ezeket az adásokat a Facebookról, és visszatöltöm a YouTube-ra, úgyhogy ott is azért lehet látni ezeket a műsorokat. Igaz, csak podcast módban, tehát nem élő adásban. De a broadcast az folyik tovább. Szevasztok! Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánok! Without you here, the darkness magnifies. It's hard to win. You see the news of love and pain. You cannot choose. As steady as a rocking horse, subtle as a bruise. Waiting for all these years. Waiting for all. The past, memories pour into my brain.